Amit a kiállítás mutat, az egy keresztmetszet. Egyrészt időben, másrészt pedig műfajban is mindent átölel, majdnem mindent átölel, mondjuk kerámiák nincsenek kiállítva, faragványok nincsenek, szobrok vannak, vannak metszetek, grafikák, a két diafilméhez, illetve könyvéhez készített illusztrációk a honfoglalókról, Rege a csodaszarvasról, olajfestményei, megint csak teljes spektrumban azt kell mondjam, hogy attól a 17 évtől a 87 évig, azután a kortársai, akik részben idősebb generáció, tehát az a generáció, amelyikre felnézett, az a generáció, amelyikkel együtt élt, és azt kell mondjam, hogy még az utána következő generáció is, tehát a kortársakról készített arcképei, illetve festményei, ezekről készített portrék, és a II. János Pál pápának megküldött linómetszet sorozata, amiért mindig említette is, hogy ez az egyik fordulópont és az egyik büszkesége, amiért az egész család pápától megkapta a pápai áldást. Elsősorban ugye a mint őstörténészként ismert, különösen ugye a elég nagy portvert, ugye 68-ban először publikált kettős honfoglalás elméletéről, de ez szintén csak egy szelete az életének, mert emellett rengeteget írt, rengeteg művészbarátja volt, nagyon sok kiállítást nyitott meg. Mi Kolozsváron éltünk, tulajdonképpen mindent csinált az ég egyet a világon, tehát újságfejléstől kezdve a színpadi díszletig, a színpadi díszlettől a könyvillusztrációig, a választási plakátig, szóval egyszerűen elképesztő volt, hogy mi mindent csinált, és hát ahogy most már lassan a bibliográfiája is összeáll, hát most már 900 körül van a publikált műveknek a száma, amiből 30-40 könyv van. Beutazta Európa múzeumait, mindent, és akkor mondta ő, hogy és kézbe foghatta Leonardónak a rajzait. És ezek után azt mondta, hogy mi keresni valója van itt még egy képzőművésznek, és ekkor hagyta abba tulajdonképpen, eltüzelte az összes rajzát, beiratkozott az egyetemre, 2 év alatt elvégezte, ledoktorált, és innen kezdődött a régész történész pályafutása. Kolozsvári években újra neki kezdett festeni, rajzolni, többek között a kortársakat is. Azt mondta, hogy a vonal az minden. Aki vonalat tud húzni, olyan vonalat, hogy az mindent kövessen, amit lát, és ami kifejezi a teret, a formát. Na most ezek az aktok, ezek azok. 52-ben volt az első kiállítása a Rákóczi úton a Fényes Adolf terembe, ott együtt volt a kiállítása a Marton László nevű szobrászművésze, és utána, hát azt kell mondjam, hogy majd minden nagyvárosban volt kiállítása, szóval hát fiatal korának egyik eszményképe vagy vezérlője volt Bartók. Szóval, ahogy ő is leírja, minden hangversenyen ott volt, és ugye hát nem véletlen azoknak az időknek, tehát mondjuk a 20-as évek vége, 30-as évek elejének a progresszív magyar fiatalságnak az egyik példaképe volt. Ezt a képet például, amit itt van, ugye forgatni nem lehet, de rajta van, hogy festettem 54-ben, aztán egy kicsit még nem tudom mikor, 58-ban, aztán 67-ben. Szóval amikor úgy érezte, hogy megint előjött bennem Bartók, akkor folytatni kellett.